A Lúnyay családfa az egykori miniszterelnök politikai és szakmai pályafutása. Ezeket mind-mind megismerhetik az érdeklődők annak a vándorkiállításnak a keretében, amely immáron Bodrogolasziba is megérkezett. A helyszín pedig nem véletlen, hiszen bár egyelőre nem látogatható, a településen található az a Lúnyay kastély is, amely az épített örökségek sorába tartozik. Nagyon fontos a lúnyaiak emlékezetét a település lakóinak folyamatosan felidézni, hiszen hatalmas történelmi értékeket is teremtettek akár Magyarország, akár a településünk, vagy a régió számára. Tavaly volt a Északkeleti Magyar Vasútnak a 150. évfordulója. Ennek kapcsán is itt a kiállításon is látható, hogy a Lúnyay ödön által a magyar királyi vasútnak írt levél kapcsán megállóhelyet létesítettek Bodrogolasziba, és ez fontos szempont, hiszen akkor, amikor megépült a vasút, nem volt megállóhely Bodrogolasziba, de az ő kérésére ezt a megállóhelyet megépítették. A Tuzsér Községért Közalapítvány szervezésében számos támogatót felsorakoztató, egész éven át tartó program sorozata valamennyi helyszínt bejárja, amely a lúnyaiak kapcsán fontos értéket őriz. Mindenképpen helye van a Lúnyay emlékében, hiszen azon túl, hogy épített örökségi helyszín is található a településen, amely Lúnyay kastély egykori birtokához tartozott. Ugye a Lúnyay családnak a egyik ága, ugye Lúnyay mennyért emlékezve, az ő anyai ága Derenyőre való, onnan származik, ahonnan a lúnyai elemérnek ez a vonala is gyökeredzik. Tehát a közös pont Derenyő, úgymond, a történetben meg a lúnyai név. 21. század van élők kevésbé ismerik a múltat, hiszen felgyorsult társadalmunkban mindenki a mának él és a holnapról gondolkodik, miközben elfelejti a múltat. Sokan elfelejtjük azt, hogy itt Zemplénben milyen elődök ősök voltak. Most nem feltétlenül több évszázadra, csak mondjuk a 19-20. Századra gondolok, hogy milyen kiváló férfiakat adott ez a térség, nem csak a térségnek, Zemplénnek, hanem az országnak. A tárlata a hónap végéig tekinthető meg Bodrogolasziban.